műsor fő támogatója a Dudu Taxi és Transfer. Ezt a helyet, ahol most állunk, a Hajózsilip területét általában víz borítja. Most a felújítási munkálatok miatt azonban üresen áll. Ezekről a munkálatokról Kertész Józsefet és Gregus Andrást kérdezzük. A Dunakéti duzzasztóműnél vagyunk. A Dunakéti duzzasztómű ma már nemzeti létfontosságú létesítmény. Mert a Dunakéti duzzasztómű nyitásával, zárásával, a nyílásainak a folytásával lehet a felette lévő vízoszlopot, amit mögöttem van, emelni, természetesen a kivált szintig, hisz fölöttünk 2,5, 3 és 3,5 kilométerrel Rajka irányában a kibontott oldalbukókon keresztül tud kifolyni gravitációsan a víz. Tehát a feladata a duzzasztóműnek a szigetközi hullámtéri és mentett oldali vízpótlórendszer, valamint a Mosoni Duna vízpótlásának a biztosítása. Jelenleg is folynak munkák teljes skáláján. Visszaítve van a Hajózsilip, ahol az alsó támkapuk javítása is megtörtént. Legkomolyabb munkák egyike volt az alvízi támkapuk közül a jobb partinak az alsó csapányát ki kellett cserélni, ami nagyon komoly munka volt. Kivitelezést a Strabag építőipari ZRT és a Hidépítő ZRT konzorciumban végzi, és a fő feladatunk gyakorlatilag Magyarország egyik legnagyobb vízépítési műtárgyának a komplex felújítása. Ez takar korrózióvédelmet, elektronikai felújítást, elektromos felújítást, illetve a mozgató hidraulika rendszernek a felújítását is egyszerre. Ez egy több éves, hosszú és elég nehéz feladat. Gyakorlatilag itt a méretek azok, amik a nehézséget okoznak, itt minden sokkal nagyobb, hiszen a Dunáról beszélünk, egy dunai műtárgyról beszélünk. A nagyon magas, nagyon nagy súlyokkal dolgozunk, nagyon sok festéket használunk, mindenből sok kell, és egyszerre sok alvállalkozóval is dolgozunk. Ez egy nagyon összetett feladat, hiszen össze kell hangolni a különböző alvállalkozók meg a saját munkánkat is, hogy egymást ne zavarjuk, és egymást kiegészítve hatékonyan tudjunk dolgozni. Azt lehet mondani, hogy egy-egy nyílásnak a felújítása az egy olyan 3-4 hónap időt vesz igénybe. Ezeket csak egymás után lehet elvégezni, tehát egymással párhuzamosan nem tudunk dolgozni, hisz az egy élő, működő műtárgy. A Hajózsilip az pedig több mint fél éves munkafolyamat, mire az első kapavágástól odáig, hogy vissza tudjuk adni az üzemeltető szervezetnek, üzemeltetésre el fog tenni. Tehát jelen pillanatban, amit itt mellettünk látunk, ugye a búvárok, az úgynevezett sömbakot teszik le, ennek az a feladata, hogy a szegmens tábla mögötti víztér vízteret leválasszuk a folyóról, és a mögötte ki tudjuk szivattyúzni a vizet, és ezáltal a műtárgynak az úgynevezett utófenekéhez, a beton utófenekéhez hozzá tudunk férni, és azon is el tudjuk végezni azokat a javítási feladatokat, amit a tervezők, illetve a tenderkiírásba szerepelt. A 89-ben, amikor leállították ezt a létesítményt, akkor nem lett üzembe ezve. Tehát a mai felújításnak a feladata az is, hogy az egyébként kész, de nem teljes körűen befejezett létesítményt megfelelő állapotba hozza. Ennek van egy másik okosa is, hogy azóta, 80-as évektől kezdve eltelt most már 3 évtized, tehát értelemszerűen ugyanazok az alkatrészek, azok az elektromos berendezések, hidraulikus berendezések ma már nem felelnek meg a korszerű követelményeknek, nincsenek is olyan csere alkatrészek, gondoljuk csak bele a reléket, meg egyéb, amit cserélni kell. Fejlesztés is történt, tehát nem csak önmagában a szekrények lettek itt kicserélve, hanem üzemállapot változás is történt, hiszen korábban két helyről lehetett működtetni a szegmens táblákat. Vagy lejött ide valaki, és a kapcsoló szekrényben megkereste a megfelelő gombot, aztán megnyomta, meg a fűtést, meg minden, vagy föntről a kezelő épületből egy számítógépes vezérlés működik, erre van egy szoftver. Ami most innováció történt, az az, hogy wifi rendszeren keresztül ugyanúgy egy kis tablettel is lehet működtetni,
Tehát nem feltétlenül szükséges az, hogy a kezelő ide is bejöjjön. És így jutottunk el a 80-as évek végi technikából egy 21. századi komoly irányítás technikai és hidraulika rendszerhez. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy teljesen sikeres és jó felújítás. Még egy lényeges többlet lesz, hogy a vezénylépületbe az első emeleten kialakítunk, már befejezés van, egy látogatóközpontot külső lépcsővel, külső hágcsóval, önálló térrel, és ez a látogatótér Szigetköz mai állapotait az egyébként ökológiai célú vízszint szabályozásnak megfelelő gyönyörű Szigetközt be lehessen mutatni. Az, hogy mikor használhatják a pecázók, mert nagyon kedvelt túrahely a fenékküszöb, a duzzasztó pályaszerkezetét, én azt gondolom, hogy idejében még nem, ez 100%, jövő év nagy részében már igen.